Sziasztok! A bushcraft, mint fogalom, Magyarországon nehezen értelmezhető, mivel az országunk nagyon piciny, nagy népsűrűségű, földrajzi viszonyai ugyan lehetővé tennék a bushcraftolást, viszont a település szerkezet olyan, amilyen, ugye nagyon sűrű. Belépünk az erdőbe egyik oldalon, két lépés múlva kiérünk a másik oldalon. Ezért az Észak-Amerikában őshonos, klasszikus bushcraftot hazánkban nem igazán tudjuk gyakorolni. Éppen ezért kialakulnak olyan alágazatok, amiket most mi is be fogunk nektek mutatni, és ez pedig nem más, mint a gasztrobuskat. Na, készülődünk egy kicsit. Az erdőben felhasználunk mindent, amit találunk. Találtam egy nyárfaháncsot. Valami forrágók használhatták, csinálunk egy kis asztalt. Itt jön elő, hogy mire is lehet használni a madzagokat, köteleket, amiket hordasz magadnál. Így van. Látod, egy sima madzag, de összekötöttünk belőle 3-4 golyot, teljesen masszív. Meg tudunk rajta teríteni, azért mégis egy kicsit komfortosabban együnk. Egy hideg sört az iszunk. Találtam egy hideg sört. Ezt tudjátok milyen jó? Mélyhűtött sört beteszed a hátizsákodba, a kaja mellé, olyan, mint egy jégakú. Sokáig hűvösen tartja a cuccokat. Később meg a sört meg tudod inni. De ne várjuk meg, még megmelegszik, jó? Ez a másik sörünk. Egy-két előkészített cuccot otthonról hozunk. Egy kis zöldség. Kolbász. Van itt minden. Van itt minden, mint a jó boltba. Egy jó kis erős paprika. Krumpli. Elő a bicska. Akkor oda kell figyelni, hogy ez a tűz ne aludjon el, hogy egy jó parazsunk legyen. Ugyanis ennek a kajának parázs lesz a mindene. Mire előkészülünk, jó kis parázs itt a forró köveken meg tudjuk sütni. Ennek a kajának nagyon fontos elem az alufólia. Két réteg, mindig két réteg alufóliát használunk. Miért szükséges a két réteg? Bármi kiszúrhatja az első réteget, és akkor kifolyik az a kis zsíradék, amit fölfogunk a szalámiból, szalonnából, kolbászból. Nagyon fontos arra, hogy ne égjen meg, így nem ég meg, bennmarad a zsíradék. Beteszünk egy kis füstölt szalonnát az aljába, mert az majd adni fog egy kis zsír. Klasszul. Van egy pár szem. Krumplink. Megpucoljuk. Van, aki szereti a héját is, én lehúzom. Már az új krumpli, úgyhogy nem olyan, mint az öreg krumplik, aminek baj lehet a héjával. De nem tart sem eddig, és nincs rá szükségünk. Sokan azt mondják, hogy hiába van a vitamin, de én attól félek, hogy növényvédőszerek is a héján vannak főleg, úgyhogy... Igen, jogos felvetés. Inkább ledobjuk róla. Na, akkor ezt úgy csináljuk, hogy vágunk egy kis pár karikát ide bele. Ráteszünk egy pár karika kolbászt. Egy kis hagymát. Nagyon-nagyon fontos, nagyon jó, hogyha a hátizsákba az ember, amikor elindul, egy fejhagymát bedug. Ha nem is az evés szempontjából, a hagymának borzasztó jó élettani hatásai vannak, ha mondjuk sokat kell lenni. Viszont gyulladás csökkentő hatása van a hagymának. Elvágunk egy hagymát, megcsíp egy darázs, vagy a szúnyog csípéseinket este, ha nincs nálunk egy 21. századbeli ultramodern dolog, akkor a szúnyog csípéseket, vagy a darázs csípést a hagymának a levével bekenjük, enyhíti a fájdalmat, és nem fog begyulladni. Ez egy régi gyógymód. Nagyon fontos. Egyébként nagyon sok minden jó még a teja, szerintem majd ennek is használ, vagy a hagyma. Ez is egy univerzális anyag, külsőleg, belsőleg használva. A hagyma egy borzasztó univerzális dolog, nem mellesző borzasztó. Így van. És a magyar konyhának alapja. Így van. Egyik alapja, egy olyan fűszernövény, amit egyébként a világon szinte mindenhol használnak különböző formában. Ugye a fokhagyma még egy borzasztó jó dolog.
a vörös hagyma mellé, de egy másik fajta szalámit is teszünk bele, mert ad egy kis ízt, ez egy kis lókolbász. Így beleszaggatjuk. Úgy csomagoljuk be mindig, hogy a zsíradékok bennmaradjanak. Csak így összefogjuk a tetején, felhajtjuk a végén, ez egy borzasztó egyszerű kis művelet. Így egy ilyen batyűszerűséget csinálunk a másikból is. Ugyanígy. Ráadásul nem árt megjegyezni, hogy csomagoltuk be, mert később ezt az alufóliát majd itt tányérnak is tudjuk használni. Összerakunk egy 3-4 szem krumpli, egy kis kolbász, egy kis szalonna, egy embernek egy tökéletes kis kaja. Mindjárt piszkálunk egy kis parazsot. Nagyon profin csinálod, mennyi időt töltesz te a természetbe felé? Hát, azt kell mondjam, hogy nem eleget. Nem eleget, mert sajnos az emberek közé is be kell menjek. De igazándiból amennyit csak lehet kint töltök a természetbe. Hál' Istennek a baráti köröm is olyan, hogy horgászok, vadászok, túrázók. A gyerekeinket is ugye próbáljuk minél többet kivinni a természetbe és erre nevelni őket. Úgyhogy nagyon sok időt. A szabadidőm 50%-át a természetbe töltöm, a másik 50%-át pedig edzéssel. Nagyon szerencsés vagy, hogy ennyi időt tudsz ezekre fordítani. Hát a szerencse az, tudod, az ilyen forgandó, mindig azt mondják, ez abból adódik, hogy én egy rokkant nyugdíjas vagyok már. Ez látszik rajtad. és így tényleg az időm nagy részét nem arra kell fordítsam, hogy fenntartsam a családomat, fizetésére, ébérére dolgozgassak, hanem tudok a valamilyen szinten a hobbimnak élni. De ez, hogy kin legyél a természetbe, ez egy nagyon jó dolog, és mindig újabb és újabb dolgokat próbálsz ki. Most picolunk egy kis fehér répát, sárga répát, ebből mutatok egy nagyon klassz kis dolgot. Imádni szokták, és én is imádom egyébként. Ez megint egy kis vitamin, és egy kicsit vastagabban pucoljuk ezt a dolgot, de most itt nem érek rá ebbe vacakolni. Egyébként a készülődéssel nagyon, nagyon jó el lehet szórakozni, de ez most egy gyorsabb lényeg. Ennek egy részét otthon is végre lehet hajtani, hogyha... Így van, akár az ilyen kis batyut el lehet készíteni otthon, és amikor kiérsz és raksz egy füzet, akkor borzasztó jó, sül magától, nem kell mint egy nyásolással állandóan mellette üldögélni, és egy nagyon jó, kellemes kis kaját össze lehet belehozni. Hát pucoltam egy kis répát, fehér répát, sárga répát, jó vékonyakra fölvagdossuk. Egyébként az alapétel az mennyi idő alatt készül el körülbelül? Az alapétel egy 20 perc, fél óra maximum. Ez attól is függ, hogy milyen parazsot sikerült összeraknunk. Mindig nagyon fontos, hogy ne hagyjuk ki aludni a tüzet. Pontosabban, hogy az alaptűzből már egy olyan parázs legyen, amivel lehet dolgozni. Nagyon fontos az, hogy sokan vannak úgy, hogy meg tudnak gyújtani egy tüzet, de már táplálni vagy életbe tartani nem tudják. Mindig oda kell készíteni megfelelő mennyiségű tűzifát, vékonyabbakat, vastagabbakat, ha esetleg bealszik, akkor ugye vékonyabb gyújtóssal újra életre lehet kelteni. Sőt, ugye erre is van egy nagyon jó praktika, amit be fogok majd mutatni, hogy mi van akkor, ha megalszik a tűzünk. És a parazsat kell újraéleszteni, ugye sokan... Erre kíváncsi vagyok. Nagyon sokan vannak, akik ugye egy nagyon alap dolog, nekifekszünk a tűznek, fújjuk. Az van kéznél. Az van kéznél a szánk, igen. Csak tudod, mi van, szemünk szánk tele van állandóan. Ez vele jár. Füstel, a tüdőnk, szédelgünk már, minden bajunk van. Erre tudsz valami trükköt, ezt kiváltani? Igen, van erre egy trükk. Becsomagolom ezt a kis kaját. Figyeljétek, mert ez egy nagyon jó kis dolog, ez egy újabb történet, és megmutatom ezt a trükköt, jó? Jó. Ez amúgy valami köret lesz, egy ilyen zöldséges köret? Így van, egy zöldséges köret, de ezt is megbolondítjuk egy kis szalonnával. A szalonna mindenre jó. Gyerekek, ez egy jó kis béken szalonna. Ez is egy csodaszer, mint a hagyma. Adom a vékony szalonnát, ezt összefogjuk csokorba ezt a kis zöldséget, amit felvágtunk így hosszúra. És ügyesen betekerjük a vékony szalonnával. Egyik oldalra. Szuper. Jól néz ki. Aki ezeket a dolgokat ismeri, egy elképzelhető, hogy már rossz nem lehet. Igen. Még ha ebben a formában nem is fogyasztotta, de így az összetevők alapján gond nincs vele. Így. Bele a zacskóba. Ez is duplába megy, ha jól látom. Ez is duplába megy mindig. Fölhajtjuk. Úgy itt is a bőkön szalonnában ki fog a sok sír folyni. Kisülni. Vigyázzunk, hogy ne szakítsuk ki az alufóliát lehetőleg. Meghallgatod.
Igen, sisterek. Hallod? Már sisterek. Tehát a dolgozik az olaj, a zsír. Így van, a zsíradék a szalonnából sül ki. Föltesszük ezt, és nem az a lényeg mindig, hogy lángba legyen, hanem... Persze, hát itt a hő az érdekes. Így van. Igen. Mindenki ugye a szalonosítésnél is nagy gondba szoktak avarni, mindenki bele akarja a lángba tartani. Igen. A lángba abszolút igen. Nincs, viszont megég a cucc, de megsülni nem sül meg úgy, hogy kell. Így van. Köszönöm, maradt egy darab vágó. Köszönöm. Figyelni kell ennél a kajánál, hogy főleg, hogy ugye nem a tűz kellős közepébe tesszük, hogy forgatgatni néha átteszem egyik oldalra a másikra, vagy a másik oldalát is. Ugye ezek a kövek most már forróak, úgyhogy ha elég a kőre... Ügyenletesen átsüsse. Így van, elég a kőre teszed rá. Igazándiból olyan helyen vagy, ahol van egy nagy lapos kő, és a lapos követ ráteszed a parázsra, az egy negyed órán belül úgy átmelegszik, hogy olyan, mint egy otthoni sütőlap. Ráteszed ezeket a kajákat, mozgatgatod, forgatgatod. Nem tudom, hallott, ezt igen, sistereg. A természeti népek ezt ősidók óta használták, ugye ezt a forróköves módszert. Hogyne, ezen sütöttek. Akár a beduinoktól kezdve mindenkik ugye kint. Ez egy nagyon egyszerű kis tűzhely. Nagyon jó, hogyha egy kövekkel körbehatárod a tűzhelyet. Egy nem legel el a tűz. Látod itt azért a zavart, eltakarítottam az útból. Szemetet nem nagyon szoktunk a tűzre rakni, mert nem illik, de most ezt beletettem, ezt a darab papírt. Aki hisz ezekbe az isteni dolgokba, meg a tűzistenébe, az nem szentségteníti meg ezt a dolgot, de szemetet nem hagyunk magunk után. Tehát a zavart eltakarítjuk, ne tudjon a tűz ellegelni, és ha lehet, körülhatároljuk egy pár darab kővel, amiket itt találtam, körbe raktam. Néha szoktunk egy kis mélyedést is ásni. Én nem vagyok a mélyedésnek nagyon híve. Ugyanis ha letesszük a tüzet minél lentebb a földben, nem kap annyira nincs oxigént, és bealszik. És sokan követik el azt a hibát, hogy nagyon nyomott levegőnél eső után, nem egészen száraz fánál, bealszik a tüzük. Hiába gyújtja meg, hiába van meg a tampon a gyújtós, szépen meggyújtja a tüzet, és bealszik. És akkor meg van őrülve. És fújja, szédül, legyezik. Egy nagy csomó dolog. Nekem erre van egy nagyon-nagyon praktikus nézzük. Kis szerkezetem. Mindig magammal hordom, hogy víztisztításról is jó, majd később beszélünk róla. Benne van a hátizsákomba. Gyerekek, mindenkinél meg ismeri a pillepalackod. Van két pillepalackod, ugye a víztisztításot használjuk, bushcraft módszert, amikor fölkötünk egy pillepalackot, szűrőket építünk bele, és az aljára, ami kicsöpög, az már azért tisztább víz, legfeljebb átszűrjük még egy másikba. Ezt az üveget, ha beleteszem a másik üvegembe, mindig el tudom tenni nagyon kis helyen. Ráadásul ezt a palackot tudom vízhordásra is használni. Leveszem a kupakot. Na. Beleteszem, és van egy fújtató. Hoppá! Ezt nézzétek meg. Aj, nagyon profi! És amikor bealszik a tűz, egy kis gyújtóst oda teszel, nem akarja fölkapni, mindjárt keresünk egy pár darab gajat, összetördeljük, és nézzétek meg, hogy mennyire működik. Pár darab vékony gaj a tűzre, egy pici avar. És ennyi. Megvan a varázslat. Nem szédültem el. Nem ájultam el. Ez a dolog másra is jó bármikor. Alszik meg. Nézzétek meg. És játszva. Egyébként mindenkinek tudom ajánlani otthoni grillezésnél. Sokan vannak már bajba, amikor a szén kezd bealudni és nincs oxigén. Láttam már hajszárítót, porszívót, mindent kihúzgálnak. De olyan helyen grillez, ahol nincs áram. És egyébként is hülyén néz ki, hogy egy hajszárító vagy egy porszívóval adjuk a levegőt. Igen, az elég gyerekek, ennél... És még bicepsre is dolgozol egy kicsit. Igen, de ennél egyszerűbb és praktikusabb dolgot, ha már tényleg meg a 21. század használjuk a mi anyagot. Teljesen igazad van. Feri, én tudom, hogy te 49 leszel idén, betöltöd, ez már egy elég szép kor. És azért nem nézel ki 49 évesnek. Mi a titkod? Mi a hosszú élet titka? Mitől tudsz fiatalos maradni? Hát igazán sok a sportolok. Hát ez nagyon fontos. Van egy ember, akinek egy orvos professzor, akit nagyon nagyra becsülök, és biztos nagyon sokan ismerik a Papp Lajos úrat, a szívsebészt. Több előadását meghallgattam, személyesen is megnéztem. Előtt is úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó dolog, amit én járok, de megerősített ebbe. Napi 2 óra gyaloglás. Bármit
Nem kell ehhez profi sportolónak lenni. Tehát nem kell széthajtanod magad, csak gyalogolj legalább 2 órát. Gyalogolj 2 órát naponta. Erre sokan azt mondták, mikor van nekem 2 óra időm arra, hogy gyalogolja. 6 órát ülsz a tévé előtt átlagban. Üljél csak 4-et, jó? 2 epizóddal kevesebbet kell megnézni a sorozatodból. Így van, az izaórából, meg ezekből a marhaságokból. És ki kell menni a természetbe. Ha esik, ha fúj, nem kell hozzá semmi nagy öltözet. Veszel egy sima edzőcipőt, és kimész és gyalogolsz. Vagy hogyha olyan helyeken egy bakancsot, viszed a kutyádat, sétálsz vele. A kutya nagyon jó, a kutya nevel arra, hogy menjél. Hogyha nem egy kövér, elhízott kis kutyát akarsz, tehát nem fókát nevelünk, hanem kutyát, akkor a kutya mozgat. A gyerekek is mozgatnak egyébként. Ráadásul a tiéd elég mozgásigényes fajta. Így van, így van. És hogyha ki van mozgatva a kutya, és te mész vele, észre se veszed, és játszva edzel. És erre szokták sokan mondani, hogy jaj, de én szívbeteg vagyok. Akkor te gyalogolj 3 órát. Jaj, én cukros is vagyok. Akkor te gyalogolj 4-et. Én öreg vagyok, akkor te gyalogolj 5-öt. Ugyanis a vérkeringésnek, az emésztésnek, mindennek a mozgás, az ember erre van kitalálva, a vázunk, az izomzatunk, a tüdőnk, a szívünk, mindenünk arra, hogy mozogjunk. Nem a fotelbe találtak ki minket. Igen, tehát nem kipihenni kell a betegségeket, hanem inkább rámozogni. Így van, kimozgod, mindened sokkal frissebb, és akkor nincs avval se gond, hogy mit tegyél. Számolgatják az emberek a kalóriákat. Ennyi kalória, nem kell számolgatni. Nem lesz a koleszterinnel gondod, mert kimozogsz mindent. A koleszterin egyébként mindenki betegségnek hiszi. Eszi a koleszterin csökkentőt, bekapkodja, hogy azt hiszi jó. Közben a koleszterin csökkentőt nagy része, nem akarok a gyógyszeriparra szembe menni, méreg. Egy olyan mérget tartalmaz a hatóanyag, az alapanyag, amiből készül, ami megöl. Rákeltő, etc. nem akarok erről beszélni, nem is nagyon értek hozzá. Nem kell halomszámra enni a vitaminokat. Gyerekek, egy csoda a vöröshagyma. A legjobb vitamin forrás. A vöröshagymában 5-6 olyan vitamin van, ami kell létszükségletű az életünkhöz. A fokhagyma, a pórihagyma. Arra kell egy kicsit vigyázni, hogy ne legyen ilyen hidrokultúrás termesztés, hogy földet nem is látott. Legjobb, hogyha a piacra is kimész, nénikéktől, bácsikáktól veszem. És a másik, ami az élet nagyon nagy alapja, a tojás. Sok tojást fogyasztani. Akár nyersen, akár főve, akár sütve, sok tojás. Beviszed a fehérjét, a hagymákkal, a zöldségekkel beviszed a vitaminokat, és mozogsz kint a természetben. Tehát igazából te nem vagy a diéta híve, egyen az ember bármit, ami jól esik, ami finom, lehet az akár zsíros étel is, csak mozogjunk kellő mennyiségben. Ha belegondolsz a zsír, mindenki attól óv, hogy zsír, cukor, szénhidrát ne legyen. A zsír, a cukor, a szénhidrát, ez mind kell ahhoz, hogy éljünk, egészségesen éljünk. Ezeket nem lehet elmondni magunktól. Az egy dolog, hogy most a hozzáadott cukrok, tehát ezek itt lehet erről külön műsort tudnánk csinálni, de se orvos nem vagyok, se ennek a témának a szakértője. Persze, csak beszélgetünk. Így van. Csak egyszerűen látod, itt vagyok. Hát ez valószínű működik. Így eszek, így élek, így sportolok, és működik. Közel az 50-hez, tavaly elmentem egy túléli műsorba, onnan többen ismerhetnek. Én úgy érzem, hogy helytálltam a fiatalok között. Egy-két dolog van, ami akadályoz már, a sérüléseimből adódóan vannak fizikai dolgok, de ezek mind sérülések. Tehát én szívben, tüdőben, lélekben és fejben ott vagyok, ahol kell lenni, úgy gondolom. És mellé élvezzük az életet. Jókat sütögetünk, és a barátokkal is összehoz. Ugyanis ha otthon ülsz, elszigetelődsz. Elmegyünk túrázni, a barátainkkal vagyunk, az ismerőseinkkel, a gyerekeinkkel, a családunkkal, és ez egy borzasztó jó dolog. Nem tudom, mennyire majd adja vissza a film, csicseregnek itt a madarak. A csendnek egy olyan dolgát élsz meg, amit a városokban nem lehet hallani. Hát mindenkinek javaslom, menjen ki a szabadba. Ez a fejét is kitisztítja az ember. Hogyne. Bármit dolgozol, ülőmunkát akik csinálnak, irodába zsonganak, a légkondék minden tönkretesz. Kijössz, szinte az egész lényedet átszellőzteted. Tehát egy kicsit ki kell szakadnunk a civilizációból, hogy megőrizhessük a természetes mi voltunkat, az egészségünket. Így van. És ha már itt tartunk, ugye nem beszélgettünk még arról, hogy ugye ti, a kis cégetek, ez a Freska cég, ez egy outdoor és katonai ruházatokat forgalmaztok. Akkor beletesszük ide egy kicsit a reklámot. Ugye az outdoornak a jelentése, nagyon szabad fordításban ugye valami ilyesmi, hogy ajtón kívül. Tehát kijössz a lakásból, kilépünk a komfortzónánkból gyakorlatilag. Egy szabadidős tevékenység végzéséhez. Ami szereléseket te is hordasz, amik rajtam is rajtam vannak, ezek mind arra jók, hogy kint a természetben egy olyan kényelmes és funkcionális ruházatot
használj. Mindenhol ott nyúlik, ahol kell. Ezek ki vannak találva úgy, hogy használat közben fejlesztették ezeket a dolgokat. Tehát ez nem divat dolgok, hogy le van csúszva a gatyám úgy, hogy kilátszik a kőműves dekoltázs, és nem bírok benne leülni, menni, mert egy szar. Ezek a cuccok mind erre való. A térdelők azért vannak, mert most mit csinálunk? Térdelünk. Itt térdelek. A segge meg van erősítve, mert mit csinálok? Leülök a fákra. A ruházat, a derékszíjak olyanok, hogy úgy tudom állítani, fokozatmentes övek. Azért, mert nem biztos, hogy ott lesz, mert mikor fölteszel magadra még egy szereléket, fölteszel egy macsétét, egy kést, akkor már változik a keresztmetszet, a cipő, a vízhatlanságuk, a bakancsoknak, magasszárú, rövidszárú, tudni kell az ember hova megy el, mit akar csinálni, ehhez tud öltözni. És ez még egy másik szabadságérzetet ad. Akár ezt a vadászok, a túrázók, a horgászok tudják igazolni, de mindenki, aki ki akar menni a természetbe, feküdni mindenbe lehet otthon. Egy szöszmösz mackóba is. Sőt, ebbe is lehet otthon feküdni egyébként, de nem arra való. Igen, ez ide praktikus. Közben a kaja nem fog leégni? Közben szerintem kész lesz a kaja, még egyet így fordítunk rajta. Na nézzük meg, hogy elkészült-e ez az étel. Szerintem igen, csak jó, időben ott vagyunk, ahol kell. Na, nagyon maradt, kíváncsi vagyok. Maradt az alapanyagból egy kis szalonnánk, meg ez, de ez nem fog téged zavarni szerintem. Persze, ez teljesen jó veszi. Leveszem. Melegnek meleg, azt látjuk. Hát, ugye az alufólia jó szigetel így most, ezt már meg lehet fogni, látod? Tehát ezzel szoktunk megfogni bögrefilet ilyeneket, viszont belülről ugye jönnek a forró gőzek. Nézd csak, de még mindig sistereg a zsír, látod? Igen. Teljesen jól néz ki a cucc. Az alsó fóliában nem killódok, mert ugye az általában koszos. Figyelj. Megehetnénk az alufóliából is magából, uh-huh. De ha már így van, hogy van egy fatányérunk, akkor segítesz a késeddel lelögdösni, ami látod egy-két krumpli, ami úgy kapott hőt, az oda ragadt egy kicsit. Az egy szalonnát megmentjük. Úgy. Fóliát kiszedjük bele. Jó. És jön a zöldséges. Hohoho, megnézzük. Az hogy áll, az best kezünk van. Bontjuk. Az ilyenkor nem árt. Igen. Ahogy öregszik, úgy vastagszik a bőr. Nem csak a pofánkon, a kezünkön is. Igen. Én is mindig csodáltam apámat, hogy bele tudott nyúlni a forró dolgokba. Hát most meg engem csodálnak a gyerekeim, ide nézzetek. Ezt is megérted. Zseniális. Így. És nagyon, nagyon jól látpuhult a zöldség. Hát fogd meg, hogy az olyan, amilyen kell. Mások úgynevezett szújdalási eljárásokkal jutnak el idáig. Órákon keresztül gőzölgetik a cuccokat. Ha jól emlékszem, van egy sonk is valahol, igen, a zöldségnek igen, nem árt, igen. Az meg a krumpinak. Egy kis ízfokozó. És parancsolj! Kóstoljuk meg, jó? Zseniális! Kérsz egy villát, de szerintem a kés nekünk késsel elég. Megoldjuk a késsel. Ha szeretnél egy kis szénhidrátot, akkor itt egy kis kenyértes. Köszönöm. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Elvágom, hogy a zöldségünket, jó? Ez nagyon szépen átfőt, átsült. Figyeld ezt a rolót! Nagyon komoly, úgy tálalsz, mint egy séf. Itt nem is tudom, lehet, hogy el kéne indulni egy ilyen műsorba, nem? Lehet. Hogy vannak ezek a műsorok? Figyeld, ez egy ilyen zöldséges rolád. Tudom, hogy Ferdén is szokták vágni, tudod? Ferdén vágja a hülye, hogy jobban nézzen ki, de így szétesik, így meg nem esik szét, nézd, milyen jól néz ki. Igen, ez így praktikus. Na, kíváncsi vagyok, mit szólsz, milyenek lettek az ízek. Hölgyek, urak, ez a gasztro bushcraft. Jó étvágyat. Én ezzel kezdem, mert ez a kedvencem egyébként. Uh-huh. Egy barátom úgy mondta, bakony szalonnába göngyölt zöldség, de békén szalonnába göngyölt zöldség. Nem néz ki rosszul, igaz? Fantasztikus. Igen, csinálok egy tökéletes nagyon falatot. Nagyon jól összejöttek az ízek. Ha már van kutyánk, akkor ő is kap enni. Ki ne hagyjuk. Ajj, de ügyes. Az első falatokból ő mindig kap. Figyelj. Nem hiába várt ilyen türelmesen. Tudja, hogy az övé is eljön. Egy kis kolbász, egy kis zöldséges rolád. Az lesz a baj. Egy sushi bárba, csak ez nem sushi. Az lesz a baj, hogy az operatőrünknek rá fog folyni a nyála a felvevőre, úgyhogy majd szerintem csinálok neki egy falatot, hogy kóstolja meg. Jó étvágyat. Jó étvágyat.